Kardos Attila a zavarokról beszélt. Hány éves kortól jelentkezik ez a probléma, illetve mennyire érintheti mondjuk a fiatalokat, akik a mi közönségünk? Hát annyit tudok elmondani, hogy lényegében a ritmuszavarok minden korosztályt érintetnek. Abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy a kardiológiai intézetben már gyermekkorban is tudjuk kezelni a ritmuszavarokat. Ezek akár csecsemőkorban is jelentkezhetnek, de később, kamaszkorban egyértelműen az a stratégiánk, az a szakmai hitvallásunk, hogy ezt katéteresen gyógyítsuk meg, és ne kelljen a betegnek ritmuszavar, ellen gyógyszert szedni, de ez fiatal felnőtt kortól akár időskorra is érvényes. Tehát lényegében az egész kisgyermekkortól időskorra minden beteg képviseltetve van ez ügyben nálunk. Ott van a kezedben ez a katéter, amivel ugye megpróbáljátok a gyógyszert kiváltani. Sikerül minden esetben? ritmuszavartól függ. Az úgynevezett klasszikus elektrofiziológiával foglalkozó, azt igénylő ritmuszavaroknál a sikerarány 90% fölötti. Tehát aki egy ilyen kateres beavatkozáson átesik, viszonylag fájdalommentesen az el is fejtheti ezt. Idősebbeknél vannak komplexebb, elsősorban kamrai, de pitvari ritmuszavarok is, ami messze nem vagyunk ilyen jók még, de ez is a technológiai fejlődés, ez, ezt is nyilván javítani fogja. De az a, az a korosztály, akinél ez egy Egészséges szíven lép föl, az életminőséget rontja, és igazándiból gyógyszer hatására sem mindig javul meg, annak nagy részét, 90%-át meg tudjuk gyógyítani. Hány kotéterezést végeztél már életedben? Hát én magam nem számoltam össze, de az intézetben 600 beavatkozás van egy évben. Ennek nagy része több mint a felét felét, kétharmadát végzik felnőtt kardiológusok, az egyharmadát a gyermekkardiológus kollégánk, tehát egyébben egy jó 600 beavatkozás van, de ezeknek nagy része azért nem fiatal egészséges szíven történik, hanem betegebb és idősebb korosztályon. Azt mutat, hogy viszonylag fájdalmas, mennyire kell félni ettől? Egyáltalán nem kell félni. A fájdalom csak annyi, amennyi egy vérvétellel jár. Tehát a katéterek bevezetése bármilyen vénás vagy artírás történik, nem fáj jobban, mint egy vérvétel. Természetesen, hogyha azt gondoljuk, hogy a ritmus kezelünk, ami hosszabb ideig tart a beavatkozás, akkor a beteget hívunk anesteziológus, tehát altató orvos segítséget is eladatjuk, Tehát maga a beavatkozás fájdalmatlan.